Most még csak a zöldelő fű látható a Táncsics Parkban, de hamarosan hatalmas szalmabálákat is felfedezhetnek a szemfüles járókelők. Első alkalommal építenek Pakson katalán mintára szalmabálákból előadó teret, amely szabadtéri épített színház jellege mellett egyedi hangzásvilágot és atmoszférát kölcsönöz az előadásoknak, amelyek sora szeptember 3-án kezdődik. Lesz egy színházi napunk, nyitásképpen itt gyermek, paksi színjátszók és felnőtt előadás is lesz. Az azt követő napon fogunk egy humor napot tartani, ahol Trabarnát és Rekop Gyurit lehet megnézni, illetve az estét zárjuk Sebestyén Istvánnak, Kakasdi Mesemondónak, a Pajzán felnőtteknek szóló kis előadásával. A program vendége lesz szeptember 5-én Nem az a lány, valamint Pádár Alexandra és Szabó Leszli. Szeptember 6-án pedig az Ökocsiga Egyesület szervezésében játszóházba invitálják a gyermekeket. Hétfőn egy ilyen gyerek rendezvény sorozattal folytatjuk, ahol állatbemutatót fogunk tartani. A környezetünkben élő állatokat mutatja be egy zoológus és egy sólymász. Itt rókát és borzot, görényt és hasonló állatokat tudnak a gyerekek egy kivetítőn, illetve teljesen testközelből megtekinteni. Itt tulajdonképpen már teljes teltházzal dolgozunk, megkerestük előre az iskolákat, és az alsó tagozatos gyerekek fognak érkezni két turnusban, körülbelül 200-200 fővel. Az utolsó estén Badár Sándor mesél a Bamako rallin átélt élményeiről, mindezt humoros formában tálalva a nézőknek. Ezt követően Russzó Tibi koncertje zárja a programsorozatot. Gondoskodnak a szervezők büfé szolgáltatásról és készfertőtlenítő berendezéseket is kihelyeznek, a beléptetést pedig biztonsági szolgálat segíti, egy időben összesen 200 főt engednek be.